Az MNB könyvsorok, mint ahogy a nevében is benne van, jó sok könyvet, kiadványt, publikációt tartalmaz, részben a Magyar Nemzeti Bank könyvei és kiadványai, amelyet az MNB szakértői jegyeznek, illetve készítettek, írtak, valamint a Pabux könyvkiadó, ez az MNB által alapított alapítvány könyvkiadója, által kiadott könyveket tartalmazza ez a könyvsorok. Ezek a könyvek döntően külföldi, nagyrészt egyetemi, neves egyetemi könyvkiadók által kiadott könyvek magyar nyelvű fordításai. Ha tématerületeket nézzük, akkor közgazdasági, gazdaságtudományi, geopolitikai tárgyúkönyvek. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy egy elég összetett, vegyes könyvcsomagot hoztunk, több tématerületet, több tudományterületet fölölelve, nem kizárólag a gazdaságtudományra, illetve a közgazdaságtanra fókuszálva, és ez a könyvsarok tulajdonképpen egy könyvadomány, és a könyvsarok koncepciója maga pedig egy sorozat kezdete, tehát ez a könyvsarok projekt ezt remélhetőleg megvalósul több magyar egyetemen is, és határon túli magyar egyetemeken és egyetemi karokon. De az első állomást az a Pécsi Tudományegyetemen nyílt meg. A kiadványok és a folyóiratok jelentős része digitálisan is elérhető természetesen, de azért én fontosnak tartom a fizikai kezelhetőséget is, ugye hiszen nagyon sokan szeretik azért fizikailag is kezükbe venni a kiadványokat és könyveket. Én azt tartom jónak, hogyha mind fizikai valójában, mint pedig digitálisan elérhető egy kiadvány.